Galla Miklós. Értitek, mert gal. Krisztus születése előtt 50-ben a franciák őseit, a gallokat, hosszú harcok után legyőzték a rómaiak. Egész Galliát elfoglalták. Pontosabban nem is az egészet, mivel hogy egyetlen tartomány győzedelmesen ellenáll a hódítók támadásainak. Egy kicsiny kis terület, amelyet a rómaiak erődrendszere vesz körül. Ezen mondatokkal kezdődik minden egyes Asterix képregény, film és rajzfilm, melyek Goscinny Nuenue karakterének életét mutatják be immáron 60 éve. Beszélni én időmben még tudtak rendes képregényeket csinálni! Ugyan fel nem veheti a versenyt az amerikai szuperhősökkel és a japán mehadráma iskoláslány punyadás és csápos pornó csodákkal, de a francia képregények is igencsak gyümölcsöző múltra tekinthetnek vissza. Tudom, hogy most páran felsikoltatok a múltbeli tevékenységemet ismerve, de mindenkit lenyugtatnék, hogy a Neon Genesis Evangelion, a Serial Experiments Lane, a High Bunny Landmine, az Ultimate Survivor Kaiji, vagy éppen a Junjo romantika sorozatokra igencsak hálás szívvel gondolok vissza. Na jó, utóbbira azért mégsem teljesen. René a klasszikus Sade elejé művészutat járta be, lengyel zsidó családból származó, született franciaként fiatalkorát Argentinában töltötte. Igen korán elvesztette édesapját és kénytelen volt egy abroncs műhelyben dolgozni, de hamarosan egy reklámügynökségnél készített illusztrációkat, itt már kitűnt kiváló kézügyességével. Édesanyjával New Yorkba költöztek bátyjához, de a nagy világégésbe a francia seregen keresztül csatlakozott be, ahol tizedesként szolgált és elsősorban plakátokat készített a hadsereg számára. Első ismertebb alkotását barátjával, Morisszal közösen készítették, és a Lucky Luke-on René haláláig együtt dolgoztak, első saját átő sikerek viszont egyértelműen az Asterix tekinthető. Ezen föl még Onpapá és Iznogut képregényi említésre méltóak, előbb a 18. századi francia kolonizáció időszakában röpíti olvasóját, utóbbiban pedig kivételesen az antihős kalandjait követhetjük végig, aki vezérként kalifa akart lenni a kalifa helyett. Idehaza gazvezír néven futott, és talán nem akarták gyermekeinket mívelni, éppen ezért a kalifa titulust a sokkal közismertebb szultára cserélték, de ezt leszámítva gyermekkorom legmeghatározóbb rajzfilm sorozatai közé sorolom. René sikeresebb alkotásait korai haláláig gondozta, pont pár hónappal maradt le az Atari 2600 európai megjelenéséről. A sorozat először a Pilote magazinban jelent meg, még mielőtt önálló képregényé erősödhetett volna. Albert Hüderzo felelt a karakter dizájnért, az első meglehetősen unalmas, erős gal közhely ketté bontásával született meg a töpszli, de intelligens Asterix, valamint a jószívű Melák Obelix, akik egyikét alkotják a szórakoztató ipar megannyi elválaszthatlan párosának. Miután René meghalt, Albert hitte tovább a képregét, és csak 2011-ben vonult vissza, azóta csak a Charlie Hebdo elleni merénylet kapcsán készített két az áldozatok előtt tisztelgő illusztrációt. Azóta Zsói Föri készíti a képregényt, és körülbelül minden második évben jelenik meg új kötet. René legfontosabb eszköze a képregényben a humor, remek szobicfaragó, illetve az Asterixben megjelennek még a nemzeti sztereotípiák is. Sőt, a képregényben használt betűtípusok is népenként, néha karakterenként idomulnak. Olyan sok francia szobic volt a képregényeiben, hogy az elején vonakodtak még a fordítás engedélyezésétől is. Az Atari játékokat nyilván inkább a rajzfilmek sikere és jó nemzetközi fogadtatása inspirálta. Meg persze a profit! A 60-as évek vége és a 70-es évek eleje jelentette az Asterix rajzfilmek első aranykorát, majd a 80-as évek másik felében jött egy újabb hullám, melyet szinte azonnal követett az élőszereplős filmek korszaka, ma a CGI rajzfilmek uralják a terepet, tavaly jelent meg az utolsó ismert darab.
Még ha nem is estek neki rögtön a rajzfilmeknek. Javaslom a 12 próbából a római bürokráciát parodizáló részt, ugyanis a szakmámból kifolyólag én ebben élek. Mit képzelnek, hol vannak? Jupiterre. Forduljanak az egyes ablakhoz, baloldali folyosó utolsó ajtó jobbra. Hát jobb voltad, egy szál ajtó sincs. Nézzék meg a térképen a hatodik emeleten. Hát én bizony nem tudok kiigazodni ezen. Dehogy nem, várj csak. Az egyes számú ablak a földszinten van a jobboldali folyosóra bejáratnál. Rosszul tájékoztatták. A kettes számú ablakhoz kell fordulni. Ehhez? A szomszédban? Nem, ez itt a 8-as számú ablak. Nem tudom, hova helyezték a kettes ablakot, kérdezzék meg a hivatal segédet. Amikor mostanában találkoztam vele, a harmadik emeleten volt. B folyosó 6-os ajtó engedelmével, prefektus úr. Tudod milyen? Bármit megtesz, hogy elképessze az embereket, úgy képzeld el, hogy még egy rabszolgát sem tud megfizetni. Kérem, kisasszony! Eladta az ibériaiat azzal az ürüggyel, hogy jobban szereti maga vezetni a háztartását, de én tudom, hogy a férje anyagi helyzete... Kisasszony! Nem látja, hogy el vagyok foglalva? Van kék nyomtatványom? Van kék nyomtatványom, nincs. Akkor hogy akarja megkapni az igazolványát? És hol találok ilyen kék nyomtatványt? Egyes ablak! Onnan jövök! Elment ebédelni, de ha sürgős, fordulhatnak a 35-ös ablakhoz. Kérdezzék meg a hivatal segédet. Hogy pár érdekességet is közöljek. 1989-ben megnyitott az egyetlen Asterix témájú vidámpark, 1991-ben is szerepeltek a Time Magazine címlapján, és az első francia műhold is az Asterix nevet viseli. A két karakter pedig gyakran jelenik meg globalizációkritikus és függetlenségi kontextusban. Nekem már csak egyetlen kérdésem maradt, hogy mi köze van Asterixnek a Tazmán ördöghöz? Steve Voigt a hosszú évtizedeken át aktív tagja volt a játékfejlesztő közösségnek, az ezred forduló után is dolgozott egyszerű böngészős projekteken, de mint sokan mások az Apple és Atari közösségeivel kezdte fejlesztői munkáját. Atari játékait szerencsétlenségre éppen 1983-ban kezdték el publikálni, amigen csak kerékbe törte az ez irányú karrierjét. Az egyik leghíresebb és meglátásabb szerint gyűjtői szemmel leginkább túlértékelt játéka a Quadran, aminek fő érdekessége a rövid digitalizált emberi beszéd. Ma már jó magam is hosszabb hanghullámmal tudok a kódba illeszteni. A profik meg egyenesen félelmetes dolgokra képesek, de akkoriban ez igencsak unikumnak számított. Mivel a játék beszerzése és rendes bemutatója nem titkolt szándékom, eltekintenék a további poénlelövéstől. Meg nem jelent játékai közül kiemelném a Garfieldot, melynek romja azóta elérhető, hogy ehhez az eredeti jogtulajdonos Jim Davis hozzájárult. A Voigt a játékokra jellemző részletes címképernyőt kapjuk egy kissé furcsa játékmenetben, ugyanis csak a hamburger zabálásért jár pont, így az kap sok pontot, aki az első és a negyedik képernyőn sok időt vesztegel. Ismeritek a viccet, hogy az újságírót azért fizetik meg, amit megír, de a jó újságírót azért fizetik meg, amit nem ír meg. Aztán vannak egészen szürreális helyszínek is, ahol vagy a drog ütött be, vagy az ötlet fogyott el. Kicsit furcsa, hogy csak szökkelve tudunk haladni, ami egy ilyen dagadt macskától egészen akrobatikus, főleg, hogy lebukáskor sprite animáció hiányában simán csak elolvad, mint egy hóember. A 2600-nál alulról építkeznek a sprite-ok, ezért ha az X vagy Y regisztert használjuk a magassághoz, akkor igen könnyen előállítható ez az effektus. De mielőtt még elmerülnék a technikával, jöjjön a főétel, éhezem már egy jó római boros vatkanra. A bolondos dallamok karaktereinek népszerűsége nyomán egyáltalán nem meglepő, hogy Voigtát kérték fel, készítse egy játékot a szeleburdi robbanékony tornádémonról. Kevés jobb alapkaraktert tudok egy játékhoz elkészíteni. Piszok menő, egy igazi őrült, áttöri a falakat, nekiront az ellenfeleinek és darabokra tépi őket. Ezt az ötletet nem lehet elcseszni! Akkor menjünk csak sorjában. Voigt igencsak hatékony volt az ötletei újrahasznosításában, eleve a rombuszba foglalás már ott volt a Quadrannal is, de szembetűnőbb a pontszám kijelzés, a karakterrel együtt forduló életszám kijelzés, a hamburger sprite, halásti a sprite nyújt, de ezek apróságok. Ott van a Radarlock és a Solaris. Doug Neubauer átmentett mindent, amit tudott, mégis jó játék mindkettő. A TASZ ehhez képest a világ legegyszerűbb ügyességi játék, a sávonként vagy kaja, vagy dinamit jön, és a kaja pontot ér, a dinamit meg megöl. Mivel sávonként egyszerre csak egy elem jelenik meg, maximális óvatossággal, döbbeletes lassúsággal elvileg kiúszható, hogy ott maradsz alul és néha picit odébb csúszol, de idővel úgyis szakad a cérda.
Ismerem a gép képességeit, és nagyon nem hinném, hogy ez lenne a maximum, hogy egy permanens tornádó legyen a hősünk. Még lent életindikátorként is, ráadásul hogy a fedében robbantható fel egy örjöngő erszényes, aminek nősténye 30 kölyöket is világra hozta egy szülése, de csak a négy legerősebb jut el az erszénybe. Az Atari nem igen tolerálta, hogy a fejlesztői nevét megismerje a konferencia, úgyhogy nem is szerepeltethették magukat hivatalosan sehol. A Fairchild Channel FS Vizból és az Atari Adventure trükkje ismertebb, de a Tasman is megtalálható az alkotó neve, kezdetnek intás után meg kell nyomni a szilárd gombot 22-szer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Valha 22-szer megnyomtad a gombot és eljutottál a Crazy Wave feliratig, a tűzgomb megnyomására megjelenik Vojta neve. Ez a Crazy Wave amúgy annyit tesz, hogy követhetetlenül felgyorsulnak az események, és a játék konkrétan ledarálja a játékost, aki túlélte, hogy a jégkrém pálcikák és a dinamitok nem kicsit hasonlítanak egymáshoz. A játékot szerették volna Európában is megjelentetni. De mivel a Tasman ördög karaktere igazán a 90-es éveben élte virágkorát, és a játék megjelenésekor még csak 5 Looney Tunes epizódban szerepelt, ezért okosabbnak látták ezt valamiféle Európa kompatibilisebb terméké alakítani, és így került a képbe Asterix, aki mint már említettem, igencsak turbófokozatba kapcsolt. Semmi közöm hozzá, de Franciaországban az Atari 2600 igencsak bukás volt a borzalmas 8-ű szekán paletta miatt, talán nem a legszerencsésebb választás volt az Asterix. A játék teljesen megegyezik, Asterix olyan, mint egy pumfori szamárfej, aki üstöket, hisakokat, pajzsokat gyűjt egy mennyer csata után. Aztán már pakolja is fel őket eBay-re. De közben kerülgetik kell a hárfákat. Ami tényleg nem egy retteltes poén a részemről, az ellenség ugyanis tényleg Cacophonix, a borzalmas hangú bárd, aki retteltes dicsőítő énekeivel kidozza hősünket. A játék innentől nem változik, ja de a Crazy Wave helyett Obelix évet kapunk, ahol már a szamál helyett egy zsák krumpival kergethetünk kajákat, ergo itt már maradtak a TAS power-upjai. Az Obelix játék szintén gyanúsan kidolgozott címképernyővel indít, és már is felmerülhet a gyanú, hogy nem csak egy sprite csere történt, mint anno a rendkívül színvonalas pornójátékoknál. De szerencsére ez egy egészen más játék, Szükili alkotása, akinek olyan kiváló munkákat köszönhetünk, mint a... A játékban Asterixet irányíthatjuk, aki szokásához híven az ide-oda csosszogó római légionárisokat hetszeli, miközben Obelix humán katapultként a háttérben bóklászik és köveket dobál a tűzgomb megnyomására. A taktika egyszerű, Asterixsel behúzunk egyet a légiósokat, akik ebbe belefehérednek, hogy Obelix kövével kilapítjuk őket, vigyázva, hogy nem minket tegyen galkrémes palacsintává. Ha viszont elvétetted, a légiós vérvörösen izzó berzerkerré változik, aki mindig a nyomodban lesz és érintésével átsegít a Game Over képernyőre. Őket már csak csodaturmix italával győzhetjük le, néha átbattjuk a képernyőn és elejt egy cseppet, aminek hatására Asterix hatékonyabb lesz a Tasman ördögnél. Ez a játék már azért kevésbé izzadságszagú és tele van jól adaptált elemekkel, viszont van egy rettenetesen idegesítő hibája. A katonák esetén nincsen recovery time, ha legyűlted őket vagy ők téged, azonnal a képedbe teremnek, és ha nincs Obelix a környéked, akkor... A kooperatív jelleg persze rendkívül sokat hozzáadott a játékélményhez, akkoriban ez abszolút de újdonságnak számított, egyet viszont nagyon sajnálok. Hogy a két játékos módban nincs lehetőség egyszerre játszani a két karakterrel, mint mondjuk a G.I. Joe Cobra Strike európai névén Action Force játékban, ahol volt kooperatív és versus mód is. Szerény meglátásom, hogy ehhez a dóhoz egy kooperatív jellegű beat'em up állna a legközelebb, ami erőteljes korlátozásokkal ugyan de megoldható lenne a rendszeren. De igazság szerint még egy évre voltunk a műfaj első ismertebb képviselőjétől, a Kung Fu Master-től. Rövidre zárva, több kreativitást érdemeltek volna. A TES játék amúgy nem jutott ki Észak-Amerikából, ellenben minimális példányszámban készült az Asterix és Obelix játéknak NTSC változata, így a tengeren túlon ezek hihetetlen gyűjtői értékkel bírnak. Legközelebb beszélünk valamiről, amit mindenki ismer,
de a lelke mélyére csak kevesen látnak. Tekerjük fel a potmétert és vesézzük ki az első videójáték irányítót!